Az év vége, az összegzés, a számvetés ideje, így van ez Nagykovácsiban is, ahol Kiszelné Mohos Katalin újra választott polgármestert kérdezem, hogy milyen évet zárt idén Nagykovácsi. Nem volt egyszerű év, két választás is volt benne a kampányával együtt, de hát ezen kívül gondolom, hogy voltak különböző fejlesztések, beruházások, rendezvények, úgyhogy van mit értékelni, összegezni. Kezdjük mindjárt azzal, hogy évelején milyen kondíciókkal és milyen tervekkel vágtak neki ennek a választási évnek. Én azt gondolom, az évelei terveink megvalósultak, sőt, még több is, mint amire számítottunk, ugyanis nagyon sikeres pályázataink voltak, amiknek a megvalósulása még ezután következik, de hát az első legfontosabb lépés, hogy a finanszírozás pályázati forrásból megvan, ezek már eldőltek. Sok minden történt, de természetesen még sok mindenre vágyunk, mind én magam Nagykovácsiban, mind pedig Nagykovácsi lakossága, és ezt igyekszünk a következő évben meg is valósítani. Melyek voltak a legkiemelkedőbb fejlesztések, illetve beruházások ebben az évben? Mondhatom a lakosság nevében, ami a legnagyobb örömet okozta, hogy ugye elkészült a Rákóczi utca, illetve szintén elkészült az Erdősétány utca, ez mind a kettő gyűjtőút, így nagyon sok lakót érint, és nagyon sok lakó örülhet annak, hogy most már aszfaltos úton, megfelelő minőségű úton közlekedhet, és ezek voltak szinte az egyik leginkább vágyott beruházásaink is, és ez az, amit leginkább folytatni is szeretnénk a következőkben, mind pályázati úton, mind pedig saját finanszírozásból szeretnénk, ha az elkövetkezendő években prioritást élvezne az útépítés, és ez teljesen egybecseng a lakossági igényekkel, úgyhogy a gazdasági programunkban bízom benne, hogy ez valóban egy sarkalatos kérdés lesz. Biztos vagyok benne, hogy minden képviselőtársam támogatni fogja ezt. Nézzük egy kicsit a működtetést, hogyan teljesítettek a település intézményei, volt-e kellő számú szakember, hogy működtek a szolgáltatások, mennyire nyerték el a helyiek elégedettséget? Úgy gondolom, hogy nyugodt szívvel mondhatom el, hogy valamennyi intézményünk kiemelkedő minőséget nyújt Nagykovácsiban. Kezdjük a legkisebbeknél, a bölcsödénél. Elmondhatom, hogy valójában nem szokott panasz érkezni, és ez azt jelenti, hogy elégedettek az emberek. Ugye tudjuk, hogy ritka az, hogyha minden jól működik, ha minden szép, ha minden simán megy, akkor nem szokás róla beszélni, ha baj van, akkor szoktak a jelzések érkezni, úgyhogy tulajdonképpen jó hír az, hogyha az intézményeinkből nem érkezik semmilyen panasz a szülők felől, mert ez azt jelenti, hogy minden rendben van. Ismét Móczár Ágnessel dolgozhatunk együtt, aki nagy merészen, három kisgyermeke mellett még újabb tanulmányokba is kezdett. Az eddigi gyógypedagógiai, illetve bölcsődei gondozói végzettsége mellett, most még, hogy teljes legyen az intézményben a szakmai tudása, a védőnői végzettséget is megkívánja szerezni. Én nagyon szívesen támogatom őt ebben, mert tényleg szeretem azt, hogyha az intézményvezetőink megfelelő szakmai színvonalon látják el a feladataikat. Itt a bölcsödénél fontos megemlíteni, hogy ezen a területen is van egy sikeres pályázatunk. Várhatóan a duplájára fog növekedni a bölcsödénk egy pályázati forrás, illetve elnyelése eredményeképpen, ami azt gondolom, hogy a nagykovácsi szülők számára ismét egy óriási öröm. És amikor beléptünk ide, akkor láttam egy újabb oklevelet, most már lassan oklevelet borítják az egész falát polgármester asszonynak. Ami kapcsolódik a környezettudatos fejlődéshez, az Európai Mobilitási Hét kapcsán, mi hogyan ismerték el Nagykovácsot? Így igaz. A mobilitási hetén most már évek óta olyan intenzitással és aktivitással vesz részt Nagykovácsi lakossága és elsősorban Nagykovácsi fiataljai, hogy ezt egy díjjal, egy kitüntetéssel, egy elismerő oklevéllel díjazták. Az Innovációs Minisztériumban kaphatta meg Nagykovácsi önkormányzata ezt a díjat. A polgármester pedig egy kerékpárt kapott, ami most arra fogja ösztönözni, sarkalni, hogy elsőként majd az új kerékpárúton ezzel avassa fel az új kerékpárútat a polgármester. Igyekszem, hogy addigra megfelelő edzettségbe kerüljek, mire a pálya is elkészül. Az óvoda pedagógus hiány az itt is éreztette a hatását, függetlenül attól, hogy jól felszerelt intézménybe jöhetnének dolgozni.
pedagógusok. Valóban így van. Én azt gondolom, hogy a minőségi munka rovására mégsem ment, és ezt személyesen mentem el megköszönni a kollégáknak, hiszen tényleg rendkívüli az, amit letesznek az asztalra, és ez csak úgy valósítható meg, hogy a szívük, lelkük ott van mellette. Igyekeztünk ezt, ahogy a költségvetési lehetőségek engedik, azért valamennyire pénzben is honorálni, hiszen nem várható el dolgozóktól, hogy tényleg két ember helyett teljesítsenek minden ellenszolgáltatás nélkül, de azt hiszem azért vágynak már arra, hogy megfelelő számú pedagógus legyen az óvodában. Ennek ellenére tényleg azt mondhatom, hogy megfelelő színvonalon történik a munka, és megfelelő körülmények között is, hiszen ehhez szoktak eddig is az intézményeink, és továbbra is szeretnénk azért ezt a magas színvonalú ellátást, illetve magas színvonalú körülményeket nyújtani, úgyhogy a működtetésük nem kerül kevésbe Nagykovácsi önkormányzatának az intézmények magas színvonalon való működtetése. Az iskola ugyan állami fenntartású intézmény, de azért nyilván kiemelt fontosságú az itt élők számára. Az iskolaudvaron például történtek fejlesztések, sőt, egy akció keretében még a belső részek festése is megtörtént az év során. Igen, valóban sok minden történt az iskola környékén, ami részben anyagi, és részben pedig közösségi összefogás eredménye volt. Mindig el szoktam mondani, hogy annak ellenére, hogy nem mi vagyunk már az iskola fenntartói működtetői, ennek ellenére ugyanúgy a mi gyerekeink járnak oda, tehát ugyanolyan fontos számunkra az iskola, és amikor csak szükség van rá, hogy melléjük álljunk, vagy segítsük őket bármilyen törekvésükben, mi ott vagyunk. Ennek eredménye mind az iskolaudvar bővülése, mind az a kedves belső tér fejlesztése, mind pedig most az az óriási hír, hogy az iskola bővülhet 8 tanteremmel, illetve az étkezője és a konyhája is bővülni fog, befogadva az egyre több nagykovácsi iskolást. Mi szerint javaslat, hogy talán egy középiskolát is lassan ki lehetne gondolni a Nagykovácsiba, hiszen minden évben nő a gyermeklétszám. Talán legjobban úgy lehetne ide kötni a gyerekeket még tovább, hogy a középiskola éveiket is itt tudják. Hát valóban a kigondolással nincs is baj, tehát az már megvan, azonban ennek a megvalósítása azért sokkal nagyobb volumenű, illetve ugye ez is szintén nem önkormányzati hatáskör most már, de a gondolata megvan mindannyiunkban, illetve képviselőtársaim többen is jelezték ennek igényét. Tehát azért figyeljük a lehetőségeket, hogy lehet-e ebben lépni valamit, mert a lakosság felől is érkezik ez az igény. A gyerekekhez, a fiatalokhoz kapcsolódva elsősorban a sportélet terén is történtek fejlesztések. Gondolok itt a műfőves pályára, a fitness parkra, vagy akár a Cross Kovácsira, amelyik azért a település jó hírét is öregbíti a téren. Valóban így van. Mindig is fontosnak találtam azt, hogy a sportolási lehetőségeket bővítsük, hiszen hol máshol, hanem egy olyan településen, ahol a lakosságnak több mint egy negyede gyermekkorú, muszáj, hogy az infrastruktúra is meglegyen ahhoz, hogy kellően sokat mozogjanak, sportoljanak, még ha nem is versenyszerűen, hiszen nem az a fontos, hanem maga a mozgás, illetve magának a sportnak a megszerettetése. És ami ugye legújabb fejlesztés, még nincs is egészen készen, de ez is ennek az év végének az eredménye sikere, hogy most készül a streetball pálya, amin gondolkodunk, meglátjuk, hogy a téli időjárás erre lehetőséget biztosít-e, de most még télre nem állítanánk fel magát a palánkot, hanem szeretnénk, hogyha megfelelő fagyok jönnek, akkor fellocsolni azt az aszfaltpályát, és esetleg egy átmeneti időre korcsolyapályává varázsolni ezt a kis pályát. Sportfejlesztések között említhetjük meg akár a kerékpárút fejlesztést is, aminek ugyan a megvalósítása a következő évben fog megtörténni, de maga a sikere, a lehetőség elnyerése az már az idei év sikere, hiszen Nagykovácsi Budapest között pályázati finanszírozásból történhet meg a kerékpárút építés.
És hát a Buda környéki önkormányzati társulással kerékpárút további bővítés ügyében pedig még nagyobb terveink vannak, de hát ez maradjon a jövő titka. Ne szűkítsük le a sportolást a fiatalokra, az idősek is járhatnak sportolni, akár a fitnessparkot használhatják, de általánosságban nézve milyen volt idősnek lenni, szépkorúnak lenni, nagykovácsiaknak ide. Én bízom benne, hogy ha őket kérdeznénk, és azt mondanák, hogy itt jó szépkorúnak lenni is, igyekszünk megbecsülni őket, köszöntjük őket 5 évente kedves szavakkal, illetve kis ajándékokkal, vásárlási utalvánnyal, és még ha ez nem is nagy összeg, a visszajelzésekből érezhető, hogy nagyon jól esik nekik, hogy egyáltalán gondoltunk rájuk, hogy gondoltunk a születésnapjukra, hogy számon tartjuk őket, és nekem pedig jól esik, hogy visszajeleznek, hiszen nekünk is jó, hogy elérte azt a célt, amire mi vágytunk, vagy amit mi szerettünk volna ezzel az eszközzel elérni. És hát valóban említette a fitness parkot, hogy azt pedig kimondottan azért bővítettük azokkal az új eszközökkel, mert a régieket az idősebb, gyengébb fizikumú emberek nem tudták használni, és most annyira jó érzés, ha arra felé megyek haza, és látom, hogy idősek is használják már ezeket az új eszközöket, és örülök neki, hogy mindig van valaki azon a pályán, fiatal, idős, egyaránt látható. Az eddigiekből is kitűnt, hogy a közösségépítés az nagyon fontos a településen. A immár hagyományosnak nevezhető rendezvények, akár a Varázskastély Fesztiválra, akár az Összefogás napjára gondolok, gyerekeket, időseket és ugye az aktív korúakat egyaránt vonzák. Mondható, hogy nő az érdeklődés ezek iránt a rendezvények iránt? Igen, teljesen egyértelműen látható, hogy nő az érdeklődés, és hát ez is a cél, hiszen olyan település vagyunk, ahol folyamatosan változik a lakosság összetétele, ezért fontos, hogy próbáljuk őket integrálni, beépíteni az új beköltözőket, és próbáljuk a közösség részévé tenni valamennyi Nagykovácsiban élő embert. Hogyan alakultak a település testvértelepülésekkel való kapcsolatai, mennyire volt ez aktív, és mit lehet tudni az olasz szálról? Ezek különösen jól alakulnak, és nagy öröm számomra, hogy mi adhattunk egy plusz dolgot ezekhez a kapcsolatokhoz, hiszen olaszországi testvértelepülésünk Poggio Mirtétóban korábban nem volt szokás az ifjúsági tábor szervezése. Aztán nálunk évek óta megvalósuló tábor mintájára szervezték meg idén először, több ország fiataljainak részvételével, és hát azt hiszem, hogy ezzel a nagykovácsi fiataloknak is nagy élményt és értéket nyújthattunk, hogy be tudtuk őket kapcsolni ebbe a lehetőségbe, mind a nyelvtudás szempontjából, mind a kapcsolatok építése szempontjából. Én remélem, hogy nagy érték lesz, és éppen nemrégiben érkezett meg meghívás a fiatalok számára egyrészt németországi testvértelepülésünkre, Linumba, egy hasonló ifjúsági táborba, ahol több ország fiataljai vesznek majd részt, illetve, ami különleges, és még nem voltak a fiataljaink ott, jövő évben először kaptak meghívást Franciaországba, Canajánba. Az olasz testvértelepülésünknek egy testvértelepülése, és mivel ők is részt vettek az olaszországi ifjúsági táborba, így születhetett meg ez az új meghívás, hogy bekapcsolják immár most már a magyarokat is, mert ők rendszeresen szoktak kapcsolatban lenni, és járnak egymáshoz, és most már bekapcsolják a magyarokat is mindannyiunk örömére. Ha ez ilyen dominóelv szerint működik, elbutok a Kanári-szigetekre is eljutnak a nagykovácsiak. Volt, talán idén volt egy népes cseh küldöttség is, ami szintén kuriózum számba megy. Csehországból nagyon jó a kapcsolatunk, Bolatice településével, illetve annak polgármesterével, és ő kért meg arra, hogy fogadjon Nagykovácsi egy 40 fős csehországi képviselőkből, illetve polgármesterekből álló csapatot, és itt lehetőségünk volt bemutatni Nagykovácsit, lehetőségünk volt bemutatni, hogy nálunk hogy működnek a dolgok, milyen költségvetésből dolgozunk, egyáltalán nálunk milyen az önkormányzati élet. Akkor kaptunk is meghívást, nem konkrét
időpontra, de valószínűleg, hogy ebből lesz még hasonló kapcsolat, hogy a mi képviselőink is esetleg egy tanulmányútszerűségre mehessenek Boletice-be, hiszen például Boletice-nek az a hasonlósága hozzánk, hogy szintén egy nagyváros mellett fekszik, tehát hasonló agglomerációs problémákkal küzd, hanem is a főváros mellettivel. Ha már ezt említette polgármester asszony, ide passzol az, hogy ön a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásban pont egy agglomerációs bizottságnak az elnöke. Tudott-e már az elmúlt évben, ebben az évben, ennek az évnek a második felében valamilyen érdemi elmozdulást elindítani, vagy pedig ez a jövő évre vár? Egyelőre megbeszéltük azokat a dolgokat, hogy milyen területeken kellene, vagy szeretnénk lépéseket tenni, és ezzel kapcsolatosan már sikerült kapcsolatokat építenem, illetve időpontokat foglalnom a jövő évben olyan illetékes emberekkel, akikben bízunk, hogy ezeken a problémáinkon esetleg segíteni tud, vagy együttműködve közösen tudunk megoldásokat. Ugye hát gondoljunk itt arra, mindannyiunk közös problémája a közlekedés, de hasonló problémákkal küzdenek a szomszédbeli települések is, például a pedagógus hiány tekintetében. Úgyhogy lesz dolgunk bőven, itt van előttünk 5 év, remélem, hogy sikereket, eredményeket tudunk elérni ezzel a bizottsággal is. Gyaníthatóan a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés szintén a tárgykörbe sorolható. Mennyire lett zöldebb Nagykovácsi, mert kivételes természeti környezete az indokolja azt, hogy ez prioritást élvezzen? Hát elsősorban a zöldeknek a védelme, ami nagyon nehéz, a meglévő területeknek a védelme, hiszen például egyrészt nyomás érkezik, hogy minél több felületet vonjunk még belterületbe, illetve terjeszkedjünk, ez egyértelmű, hogy a jelenlegi képviselőtestületnek ez nem áll szándékában, tehát ne is reménykedjen, aki eddig azt gondolta, hogy még a zöld területekből ki tudunk csípni, és lakó övezeteket fogunk kialakítani, mert erre bizonyára nem fog sor kerülni. A másik fontos dolog a klímastratégiai pályázatunknak az elnyerése, úgyhogy ebben is bizakodó vagyok, hogy azzal egy olyan értéket nyerünk, amivel a továbbiakban látni fogjuk, tudni fogjuk, hogy milyen irányba kell mennünk ebben a tekintetben. És hát ami még cél, és már el is indult ugye sok-sok lépés, az, hogy minél több fát, növényt ültessünk közterületekre, illetve a lakók is a saját területeikre, hiszen az már bizonyos, hogy a klímastratégiának ez része lesz, hiszen a növények azok, akik segíteni tudnak nekünk megőrizni a korábbi klímánkat. Például folytatjuk továbbra is a minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát, most például januárig lehet jelentkezni az előző évben születetteknek, és hát ugye előfordul, hogy vagy nem marad meg fa, vagy valaki kimarad ebből az ültetésből, mindig jelentkezhet, és pótlólag be tud kerülni, tehát nincs az, hogy lemaradt valaki, mert akkor egy picit később, de lesz fája. És annyira jó látni Nagykovácsiban például az iskola mellett már gyönyörű szépen kifejlődtek azok a fák, amik ebben a programban kerültek ültetésre, és ott van alatta a kis név, hogy kinek a fája, és én bízom abban, hogy a családok mennek, gondozzák. Hát bizony, sajnos előfordul, hogy nem minden fa marad meg, ez részben lehetséges a gondozás hiánya is okozhatja, de előfordulhat, hogy nem volt megfelelő minőségű a facsemete. Ezt pótoljuk, csak jelezni kell, és akkor a következő közös faültetésnél szintén lehetséges fát igényelni. Illetve amik elindultak a közelmúltban, hogy Nagykovácsi lakosok is megkeresnek, például konkrétan megkeresett egy Nagykovácsi lakos, hogy szeretne 5 fát elültetni, tudunk-e neki közterületen helyet biztosítani, és nagyon szép őshonos fákat hozott ide, amit a Murvabánya előtti területen ültettünk el, segítette a NATÜ az ő kis közösségüknek az ültetési munkáit az ásásban, illetve helyi vállalkozó is segítette géppel a kiásást, a NATÜ dolgozói pedig segítettek a locsolásban, a telepítésben. Úgyhogy ezek jó kezdeményezések, és ilyenben mindig partnerek vagyunk.
Sokszor esett már ebben a beszélgetésben is arról, hogy nő a gyereklétszám, meg az utazásról is, a külkapcsolatokról is. Nemrégiben volt, járt polgármester asszony Brüsszelben, ahol egy rangos elismerést kapott a település. Valóban az Európai Nagycsaládosok Szövetségének lehetett tagja Nagy Kovács is, elsőként Magyarországról, és bízom abban, hogy a jövőben ez is segítségünkre lesz abban, hogy uniós pályázatokat is megcélozhassunk, és Nagy Kovács lakosságának a támogatására ezzel gazdagodhassunk. A végére hagytam, amivel kezdtem, szeretem a keretes szerkezetet, hogy az őszi önkormányzati választáson meggyőző fölénnyel újra választották polgármester asszonyt, és a csapatának, a képviselőknek a zöme az ön csapatából került ki. Feltételezem, hogy ez egyfelől elismerése az elmúlt 5 év munkájának, és önbizalmat ad a folytatáshoz. Igen, való igaz, és mindenképpen elismeréssel kell azt mondanom, hogy az új testület óriási lendülettel, tenni akarással és szívvel, lélekkel állt bele a munkába. Rengeteg dolog van, rengeteg feladat van, és nagyon hálásak vagyunk azért Nagykovácsi lakosságának, hogy lehetőséget kaptunk ezeknek a terveknek, ezeknek az elképzeléseknek a megvalósítására, és bízom benne, hogy Nagykovácsi lakosainak elégedettségére sikerül majd eredményeket elérnünk a következő években. Jó egészséget kívánok ehhez, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.